Több százezer forint nyingóságot lopott egy német kéri férfi. Az eset még tavaly decemberben történt, amikor a településen egy ismeretlen tettes bemászott egy lakatlan ház udvarára. A bejárati ajtót befeszítette, majd kis gépekkel és gázpalackokkal távozott. Aztán 2021. december végén egy helyi asszony tett feljelentést, elmondása szerint karácsonykor és azt követően is egy ismeretlen személy bemászott az udvarára, és a baromfiólból hét darab Tulajdonított el. A nyomozás során a gyanú egy helyi férfira terelődött, akit elfogtak és kihallgattak, mely során beismerte tettét. Később azonban más bűncselekmények is történtek a településen. Többek között februárban egy ház udvarából egy kerti pad tűnt el, majd máshonnan egy műanyag sasnak kelt lába, ami pár nap múlva rejtélyes módon visszakerült a tulajdonosához. 2000 22. március 5-én tett bejelentést egy férfi elmondása szerint az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek a bekerítetlen udvarán lévő nyitott tárolóból elvittek két Simpson segédmotorkerékpárt, ezzel kb. fél millió kárt okozva részére. A lopások elkövetésével kapcsolatban a korábbi gyanúsított került a képbe. Őt a rendőrök előállították és előterjesztést tettek a letartóztatására.